csapatoknál, mindeközben Overpass Inferno repült még ki. Nyúk lesz a Decider, hogyha esetlegesen szükség lesz rá. Hát kérdezném Rehab, hogy mit gondolunk erről a vétóról, de egyébként már bele is csöppenünk a pisztolykörbe, ami egyelőre elég lassan indul, szóval lehet gyors egy-két gondolatod még a vétóról. Elmondom pisztolykör után, jó? Jó. Az megfelel, ebben meg tudunk egyezni. Nem? Ő indítatja meg egyébként ezt az akciót, hozzák nekem figyelni, sikerült a Johnny a pop flash-t. A megelés szempontjából viszont JT kezdi meg. Itány, Bit, tudván reflektálni, és Bit pedig duplázik. Jó egyébként az a setup, de Wonderfulék meg tudják ezt, JT erre is trade-el, de megérkezik ime még fánkban, és egy floppy marad 1v3-ban. Nem fog jönni a CT füstöl, amire azért számítanak itt a Navi játékosai, második szendékkal meg fogja próbálni. Nem, inkább kihátrál. Hát a körből is? Vajon? Egy közel marad egyébként, ugye egy Kevlar tudna egyedül kimenteni. De ez, ime és Bit jelen pillanatban nem hagyott esélyt. Ebben a körben, akkor mondom. Mirázs olyan szempontból fájó pont lehet a Navinak, hogy én azért azt gondolom, hogy Inferno mellett az az egyik legerősebb pályájuk, de ugyanez igaz feltétlenül az Anubisra. És nagyon nézegettem a százalékokat, hogy mit tud esetleg pikkelni a Vertigo helyett ez a Complexity, és nálam is ez volt, hogy vagy Ancient-öt egyébként, vagy Anubiszt, viszont én azt gondolom, hogy mind a kettő pályán egyszerűen csak jobb a Navi. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon Navi favorizált vétó lett. Ráadásul úgy, hogy a másik körben pedig kötelezően ki kellett bannolniuk azt az Infernót, amin ugye kettő lejátszott pálya után 100%-os győzelmi arányjal rendelkezett a Navi. És bemaradt egy olyan nyúk, ami meg szintén nem egy jó mapja egyszerűen a Complexitynek, úgyhogy még azon is elgondolkoztam, hogy mi lenne, ha mondjuk a Navi esetleg arra próbálna erőltetni, hogy a Complexity nem annyira jó nyúk van, nekik azért elég jó százalékuk van rajta, bepikkelhették volna, azt megmaradt Decidernek. Mind a három map jelen pillanatban Navi favorizált. Egyszerűen nem tudom, hogy a Complexitynek hogy lesz lehetősége majd labdába rúgni, én még mindent itt véget érne ez a kis Echo Hunt. Egyébként azt mondom, hogy ez szerintem is van, ami kettőnkben lesz. Az a Nuke egyébként kicsit meglepett, hogy nem került beválasztásra a Navi oldaláról, már így a Windelták meg az eddigi rajta mutatott játékok alapján. Hát minden esetre ugye az még vagy képernyőre kerülhet az a Nuke, de ahhoz mind a kettő csapatnak el kell hozni egy-egy pályát előtte. Pedig a bomba robbanása azt jelenti, hogy a kettes számot írhatjuk a Navi neve mellé. Egy fegyvert azért ott JT-eknek sikerült elvenni. Ha minden igaz, akkor ki is mentették azt a... Hát meg... MP7 az volt JL-nél. Ugye, unorthodox választás, bár hát ezt itt az egész Navi oldalán megszokhattuk. JL játszott elég sok MP5-öt az elején, aztán az átvette inkább Bit tőle. És JL mostanában meg inkább MP7-ezget, szóval nem tudom, hogy ezek a választások így honnan jönnek, de minden esetre vannak érdekességek. Miközben Alexi nyit, jó a counterflash viszont ott a Complexity-től, Grim duplán válaszol, és nem tudják ezt visszalőni egyelőre JL-ék. JL-ről tudják, hogy benn van Xbox mögött, JL viszont instant fejel. 3v3, és itt hát JL-nek meg kell halnia, Elizsék nyilván ezt tudják, nagyon-nagyon kellett ez a frag most a Complexity-nek, hogyha JL ott továbbra életben marad, egy az egyben megnyerette volna a kört a Navinak, de ez így szép, összességében még a Complexity-től ők tartják az emberelőnyt. Ime és Bit párosa életben viszont, egyikük rámpáról még másik cave-ből érkezik, és ott azt hiszem, hogy JT és Ime megpillantották egymást, hát JT most már nem csak megpillantotta, ne is lőtte Imét, Bit pedig 1v3-ban marad, az ő pozíciója talán még nem tudott, bár most árulja el ezzel a molotovval, hosszút kizárja. JT inkább átengedi teljesen neki ezt a rakót, és akkor 3v1-ből jöhet majd az a riték, Bit megvan az első. És JT-nek egyébként nincs sok HP-ja, és gyenge a fegyverzete. Bitnek abszolút nyerhető ez az 1v2, Elizs érkezik rövidről, nem maradt nagyon utility és nincs kit Elizséknek, megmerem kockáztatni, hogy itt Bit van abszolút helyzeti fölényben, megvan a második flag, és Bit! Óriási 1v3-at klatsol már rögtön itt a harmadik körben. Kopogtatni fogok a főnökség ajtaján itt ezután a Pro League után, hogy a felkiáltója Bit parancsra a Fejel című Fejel nevű szót azonnal iktassuk vissza a chatre. Tehát elképesztő, amit az egész Pro League-en lerak. Azt a mindenit. Esélye nem volt itt Elizsnek. JL is azért beszokott kapcsolódni itt a buliba. Főleg itt az MP7 kapcsán egyébként most itt a FlyQuest ellen eszembe jutott egy pillanat, amikor oldalba kellett volna lőnie
az egyik ausztrál játékosnak JLT-ső meg fordulásból kétszer fejelt azon a hosszú MP7-tel. Na most itt nagyjából JT visszaadta szegény imének rövidről. Hát nem ez volt itt a körnek a kulcs pillanata. Ugye ez a nét, el is hullik. Hátsó zsebébe azért még pont belefért ez a gránát. JT lehet akár a következőbe rááll a kép füstbe. Megpróbálja ezt átvenni, miközben Popira is jó volt a gránát, időközben 42 HP-n. A Complexity játékos Alexibé egy kicsit beszorul, de itt vannak a társak körülötte, bőven ki tudják segíteni, Floppiknek pedig így vissza kell zárni rakóra. Megvan tehát a B-lane control. A Navinak ezzel együtt le tudják tartani közepet is, lesz molózva közel kév, úgyhogy lassacskán itt körvonalazódik, majd egy B támadás, érkeznek is be lassacskán a füstök. Kimélyeknek figyelni kell, mert kévből azért elég para innen bemenni. Egyetlen egy játékosról tudnak Floppiról, aki azóta már visszazárt ugye egyszer B-re, banánból, viszont a többi játékosra egyáltalán nincsen semmi. Úgyhogy ha egy képbe megpróbálnának bemenni, akkor az egy fájó pont lehet, hogyha belerohannak ebbe a Crossfire-be, de időközben már két oldalról tudják majd ezt megmondani. Igen, valahogy ilyesmire gondoltam. Alexibi beugrik kettő fejjel azonnal, akkor green marad. A legvégén, eddig a pillanatig elképesztően kemények a imba. Navi játékosai imének pedig egyetlen egy dolga volt itt a legvégén, falasz. De egyelőre az a Navi érkezett meg erre az Ancientre, akik megnyerték a Majort. Volt azért olyan pálya, amit lejátszottak, pont a Big elleni összecsapásukat volt szerencsém még adni. És ott Anubisra, hát nem azt mondom, hogy egy nagyon gyenge Navi, de egy kicsit önmagához alul teljesítő Navi érkezett meg. Ahhoz képest legalábbis ugye, amit a koppenhágai Majoron nyújtottak. Hát egyelőre itt még nyilván messze a vége, szóval messze menő következtetéseket nem szeretnék levonni, de négy kör alapján majdhogy nem hibátlan a játékok, és AIM-ban, ahogy te is mondtad, nagyon keményen ott vannak. Alex viszont most belenéz Hazer célkeresztjébe, szóval ezúttal a nyitó a Complexity-nél landol, és Grimnak nagyon jó a pozé, ott pixelengölöm fogja spotolni JL-éket. Egy, kettő, lehet, hogy harmadik is, nem JL-es trade-eli, de Hazer kijön Donutból az AWP-vel. Neki is meg lesz a trade. Ime, egyedüli túlélő egészen eddig. Egy fragre még jó, de JT azonnal trade-eli oldalról. Ezzel a körrel pedig a Complexity is feliratkozik az eredményjelző táblára. Közérdekű közlemény lehet majd innentől kezdve bemelni Navi mérkőzésekre a felkiáltója bit parancsot. Nem kellett sokáig kopogtatnom. Ilyet, szép volt a trade. Hazer viszont duplázni tudott ebben a körben, és Ivel egyébként még elúszta itt a legvégén el is. Jött viszont már itt volt fölötte Heavenből, és azon egy időkérés a Navi oldalára az első Complexity kör után szinte azonnal Blade már abba gondolkodik, hogy ne, ezt meg kell fogni sokkal jobban ezt a támadó oldalt. Van öt rabalkám Navi oldalánál, Carlos Wonderfulnál, tehát AWP, viszont én úgy érzem, hogy amennyire tempósan támadnak, lehet, hogy nem is feltétlen kell nekik, lassítaná talán a bevonulást, vagy esetleg a pozíció foglalását. Közben a másik oldalon, ha ezeknél egyértelműen megmaradt az előző körből, JT hozott ki egy alkát, a többieknél ott lesznek. Az M4-ek tele van egyébként utility-vel mind a kettő csapat, a Navinak kell majd figyelni, ugyanis hát náluk el fog fogyni a pénz majd a következő körben, és ott nagyon-nagyon kérdéses, hogy az esetleges 1920 bónusszal megpróbálkoznak-e egy vásárlással, tekintve, hogy ott JL, illetve Ime eléggé rossz pénzekkel rendelkezének, Alexibi talán tudna vásárolni valamit, de ott mindenképpen szerintem ekóznia kellene a következő körben a Navinak, úgyhogy ha ez a kör megvan a Complexitynek, akkor azzal akár duplázhatnak is 4-3-ig. Hát egyelőre megy az alapozás. Kontrollet törekszik a Navi, illetve kévet szeretnék kifoglalni JT-től, szép frag, és JL nem tud trade-elni. JT meg tud még éppen szökni, kidobja a smoke-ot, és JL-nek ezzel nem adja meg a lehetőséget arra, hogy refragálni tudja a csapattársát. Tartja ezzel kévet, Complexity, hát és így félig meddig egyébként midet is, el is próbálja kontaktolgatni. Elég rizikós egyébként, amit csinál, főleg így, nulla segítséggel, nulla utility supporttal. Kicsit felelőtlen volt Elistől, úgy érzem, és Wonderful tudta is büntetni ellenfele hibáját. 4v4, megáll, ami az ember arányokat illeti. Nyicipici HP előnye azért itt van a Complexity-nek, Wonderful, illetve Imelet nyicipicit sebezve. Ime jó szöget tart, érkezik egy flash egyébként, de Ime tudja, hogy kint van minden egy ellenfél. Ajj, majdnem el tudta csípni ott Grimet, éppen csak lemaradt a timingról. Miközben a csapattársai már konvergálnak egyébként B-rakó irányába.
egyetlen egy smoke, egyetlen egy moly, ennyi maradt az execute-hoz. Hát vagy hosszút, vagy rövidet lehetne kizárni. Bit elbukja a párharcát, és Wonderful sem tud trédelni. Ez most egy kicsit rossz a Navi oldaláról. Nagyon-nagyon későn érkezett ez a hosszú smoke. Előbb kellett volna dobni, és be lehetett volna crossolni. Minden esetre a bomba így is lekerült, de dupla emberölőnyből jött a complexity liték. Hát egy J-nek nagyon-nagyon nincs pozíciója, egyszerűen nem tudnak semeresen kimozdulni. Ilyenek itt tartania kell, a szöget nem sikerül végül tegelnie, ime esélye nincs. Egyszerűen két oldalról bejöttek a komplexiti játékosai, szétlőtték a legvégén az afterplantból JL-éket. Megvan tehát a második kör, és akkor most jön az órási kérdés, volt viszont bombarakás, úgyhogy ez teljesen körülírja, vagy újraírja ennek a körnek a végkimenetelét, mert így lehet, hogy lesz annyi pénz, hogy inkább ráforszolnának a támadók, hogyha nem lett volna, akkor 2400-on lett volna két ember, Alexibi lett volna egy kicsit többen, de neki is alkám mellé esetleg csak egy füst vagy egy flash fért volna bele. Úgyhogy itt figyelni kell, egy half-by-ra bőven elég. Ez így most 3 Dezi, 2 Tech 9, illetve ott Alexinél leszek utility-ték, mert hogy egy gyorsabb kört láthatunk most majd egyébként. Most kevés a gránát, nem tudnak egyszerűen területet foglalni, dupla molo, illetve dupla nade. Elbúra, kicsit füstköve ráadásul, mivel ki tud szökni valahogy éppen, csak 40 HP-n is. Jel viszont fejelt egyet a Dezivel. Kezdődött így is, ez a Major-ön. Akkor jól emlékszem, akkor a másik oldalról. Mit csinálnak? Mit csinálnak? Mit csinálnak? Egyszerűen mit csinálnak? Alexibiről egyáltalán nem volt információ. Jel pedig már itt van közel, az egy könnyű frag. Jel és egy óriási fej. Holzerkre egy szétlövi a Navi. Ezt a komplexitit nyers erőből. Vimnek pedig azonnal el kell mennie szévelni. Alexibi. Annyira súnyi mozdulat volt ez ott átmenni a füstön, de mennyire jól működött. Tom JL. Kör MVP. Elképesztő. Kell egy JL fejjel. JL fejjel, igen. Hát akkor már az egész Navit utána lassacskán megkörbeírjuk így ezután a meccs után, de... Igen, igen. Mindenit. Jó, nyilván hát. Bitről ugye megvolt a régi mém, tehát egy headshot machine volt világ életében. G2-ben sajnos nem lehet már annyira jól osztani ezeket, de még így is mutatnak egy-egy olyan példát a játékosok, amitől így hátra esünk. Hát én arról maradtam le, és közben itt ugye ment a kontakt rámpán, hogy Alexi hogyan sunyult be Cave-be. Hogyan nem számítottak rá egyáltalán a Complexity játékosok, a teljesen letolt gatyával érte őket Alexi. Itt ez volt a pillanat, az elsőt hagyta is elcrosszolni, a második meglett, ment tovább instant a másodikra, fregabból nem lett, de JL tudott trédelni, és az Hazerkre. Cave! Bro! Hát igen, valami ott elcsusszant a kommunikáción, Hazer pedig... Barlang tesó. Hazer meg nem csodálkozom, hogy nem ütött rá a monitorra. Mármint, hogy nem azért, mert... De azért szokott ő is rage-elgetni. Egy ilyen fej után... Találtam volna a székbe. Ember legyen a talpán, akinek van ideje, reakció ideje ezt lereagálni. De ez még mindig jobb, mint hogyha el is fejel le ugye a... Ha este valaki nézett Leszky streamet pár napja, akkor az pontosan tudja, hogy... Pontosan tudja, hogy miért jobb. Ha esetleg nem, akkor a klippek között tessék kutakodni, szerintem elég egyszerűen megtaláljátok, hogy mi az. Többet már nem szeretnék róla mondani. Jaj. Na hát nézzük a következő kört. A Complexity még azért összetudott tákolni egy vásárlásra. Házertnél AWP. Egész kényelmesen egyébként. Ó, tolja Cave-et. A lane control, hát félig a Navi-é, félig pedig a Complexity-é. Utóbbiak ugye midről is érkeztek. Hát és Házertnek nincs. Jézusom JL, hát nem csak Házertnak. Az egész Complexity-nek nincs esély. Jézusom! Nincs ellenszere JL ellen. Hát valaki fogja le. Mit nem művel normális. Ez az ember? Nem normális, még, de még ő is megrázta a fejét, tehát ennyire nem érti. Nem tudom, hogy azt nem érti, hogy mi ez a védelem a Complexity-nél, vagy hogy hogy ennyire kemény egyszerűen ez az ember. Édes Istenem, nincs rá ellenszer egyszerűen, tehát ezzel mit csinálsz? Jó, igaz, rosszak a setupok most itt a Complexity-nél, és JL azért elég könnyedén meg tudja ezeket bontani. Csak azt szeretném, hogy tolja már ki CT-t. Legyen már meg az az ész. Vagy nem? Egy kicsit jobban beleállhatna a Navi a vadászatba egyébként, pénz alapján abszolút megengedhetnék maguknak. Jöhetne ott ime mainből, robbanhatnak tónádból, csak hát mennek, de elég későn. Grimm így minden bizonyja ki fogja menteni ezt a kalát. Nem hiszem, hogy itt kipíkelne álfelől érkező Navi játékosokra. Hát a képernyőn pedig a perc hőse. Kiváló volt a vakító egyébként Wonderfultól. Ez. És Floppy
Floppyt nem tudom hibáztatni, ő próbált trédelni, kellett az, hogy ott 4v4-re módosítsa a szitút, de nem lehetett. Még a párizsi majoron volt egy olyan pillanat, amikor ugye be tudott jönni rövidre, és lőtt egy triplát az AK-val. Még akkor az Apex játékosa volt, és majd napig emlékszem, amikor az interjúban utána megkérdezik, hogy ott mi történt, hogy lehetett ennyire kemény. Nem tudom igazából, lenyomtam a balkliket, az 3 fej kijött. Na, ez is valami olyan volt, tehát lenyomtam a kliket, 4-en szakadtak egyből. Opa, el is a gyönyör a nyitó, aztán azért bütet is sikerült lekoppantani. Elképesztő viszont az a bomba a Floppyra és Halzákra. 56 és 35 HP-n élik túl a Complex City játékosai. Mit ne kell majd figyelnie, ez a 7 HP-ban meg is kapta egyébként Wonderfultól az AWP-t, ez így egy jó hívás most a Navitól, és most kell egy jó midround call Alexi B-től. Le van tartva Funk, illetve Heaven, B-re fognak valószínűleg endelni, ami összesítésben ténylegesen egy jó hívás, Alexi B-t megpróbálhat terelni, vagy legalább spotolni át, és az Grim által így elhullik, két játékos lesz spotolva, tudniuk kell egyszerűen, hogy kettő van B-n, úgyhogy ide csak be kell kontaktolni. Hozzáktól ez egy hiba, ez pedig bünteti, és pont J-et kapta el. Wonderful, így 1v4-ből 1v3-at tudott kreálni, egy emberre még megvan az információ, most már talán kettőről. Ezt végig kell tenni, rácsörget egyet, mögötte is fognak érkezni, és ő ezt valószínűleg hallja. Össze kell rakni a puzzle-t, mindenkiről van információ. Aj, nem számított arra Wonderful, hogy már balra crossolt az ellenfél, ez egy ingyen frag, így viszont JT-nek. Pont lemaradt a timingról, egy fél másodperccel korábban érkezik, még talán jó lehetett volna, de mindegy, nem veszem el a Complexity érdemeit, szépen összerakták ezt a kört. Ugye csak gyenge vásárláson voltak egy ilyen combos halfby, kiegészítve Grim mentett kalájával. Ami hát eredményes volt ott egyébként először Donutnál, aztán ugye... JT is fregelt az Elcsent, Alexi Elcsent kalájával a végén, szóval hát ez most a Complexity ekonomiájának is nagyon jót tett, ugye Hazardnél maradt 4000, elég 2004, miközben Grim Contact Wonderful ikelt be álményből, inkább kevesebb, mint több sikerrel elbuki a párharcot Grimmel szemben, bár Grim teljesen vakon tudta lefregelni ellenfelét, egy icipici szerencse is kellett talán hozzá. De hát, bátraké a szerencse, szokás mondani. Ima és Alexi időközben kontaktolja Midet, el is lebuktatja őket a jumpspottal. Hát el is beállt a fakapu mögé, de nem túrják ezt a navisok. Nem számítanak rá talán, hogy pont az az egy négyzetméter az, ahol túlélhetett a tűz mellett. El is, de hát időközben Ima, illetve Alexi is elhullik. JL és Bit párosa marad életben. Bit ezúttal nem fejel, ő kapja inkább a Cockit Grimtől. Egy flawless kör lehet akár ez a Complexity-től, hogyha itt JL-t is le tudják lőni, emberveszteség nélkül. Sok szerencsét hozzá, mondani könnyű, megoldani már kevésbé. Mondjuk JL sem fogja megoldani ezt a kört, főleg úgy, hogy a bomba kint van T-kezdőn, egy-két exitre még esetlegesen pályázhat, illetve ki szeretné menteni minden bizonnyal ezt a kalasnyikovot, meg azt az egy-néhány gránátot az elkövetkezendő körre, de ezen a ponton már a Complexity negyedik körén garantált. Meg kell ülni a maradék 20 másodpercben. Ugyel így ki tud hozni majd egy alkát a következő körre. Ahol én azt gondolom, hogy még egyet vásárolni fog majd a Navi. Wonderfulnak lesz pénze, Imének lesz pénze, Bit tud venni, és hát Alexi B veszi majd egy kicsit. Vagy pedig Bit dob neki valamit. A 6000-ből. Vagy egyébként az is teljesen megoldható, hogy Wonderful esetleg kap egy AWP-t abból a 6000 dollárból. És akkor ténylegesen Alexi B, Ezi vagy Tech Nine. Valami ilyesmi szettje lehet majd a Navina. Grimtől jó volt egyébként ez a play, robbantották a füstöt, el is pedig a kontaktjára píkelt. Grim most nagyon stabil volt ebben a körben. Ezt is ki tudta fejelni, és igen, Alexi B kapott át így egy Galilt. Látom akkor JL-től, és a többiek pedig vásárolták az alkákat. Teljesen jó szett. Le lehet támadni, opá! Igazán oldalott ki ez a moló, úgyhogy Alexi B-nek át kellett rajta rohanni. Hát így is kényelmesen tudnak B-lén tékelni a Navi játékosai. JT lehet akár itt a tűzhez közel, Grim pedig kitolja teljesen ingyenesen almét. Mit nagyon-nagyon távolról tart, úgyhogy ez a gyerekes engel lehet majd. Hogyha Grim itt esetleg előre menne, akkor rá fog-e nézni, vagy egyáltalán le van-e ezt tartva? Igen, le van tartva, és Bitnek egy megvan, tehát a nyitó ember előnyből kell tovább támadnia majd a Navinak. Úgy de tetszett ez az angle, hogy ott
nagyon-nagyon erős off-angle volt, amit Bit balra tartott, de egy pixelen bespotolta ugye a másik irányt is, hova elment Grimm. Akkor már Grimm nyilván midre fókuszált, miközben JL fejel, ahogy Wonderful is. Ez most egy sima navikőnek néz ki, meg itt Elidzs Hauser köphet bele esetleg a levesükbe. Hauser kellővi magát, fontos info, de el is hullik mindezzel együtt Hauser. El is az egyedüli túlélő, és rajta sejthetik, hogy azért itt mit környékén szokott játszani. Alexi most már őt is lebuktatja, vörösből pedig érkezik oldalba Ime. Elsőre nem, de spray control megtartásával megvan a frag. 7-4-re módosítja az állást ezáltal a navi. És itt szemezgetek a Complexity pénzekkel, de ahogy látom az utolsó körre lesz még egy kényelmes vásárlásuk. Nem, viszont a kör. Ez a 8-4, ez... Hát nem tudom mennyire erőt a jobb. Hú, azt átérezzük szerintem mind a ketten, hogy ilyen erős visszatartás még soha az életben nem volt Hauserben, hogy ne üsse ketté a monitort. Tisztelem ezért. Megtartotta magát azért. Az biztos. Na, Complexity ingyenesen tudott közepet foglalni. Hozzák tart elbúra. Méliktől viszont jó lehet ez a play. Alexi B flash-el egyet, és így közel tud jönni majd évre. Grimmet. Oppá! Megpillantotta végül Grimmét által nyitó. Wonderful ezt vissza tudja lőni füstön keresztül. Hozzák az AWP-be fog belenézni. A kibázik egyet. Ime mehet tovább. Mivel megvan a dupla. Két is azonnal tudott kontakra píkeni. Ráadásul ő is begyűlt már egy kettest. És akkor Bit 1v4-ből 1v3-at tudott kreálni, egyértelműen fejlevés volt az a frag. Hát még ebből 3-at valahogy, de ez sokkal könnyebb mondani, mint megtenni nyilvánvalóan. Grimm jó pozícióban van egyébként, viszont Bit erre számíthat. Hát, hogy ugyanaz a kontakt egyébként megtörténik itt a két játékos között, mint az előző körben. Grimmnek jó lett a timing, esélye nem volt itt Grimmnek. És akkor most már csak 2. 1v2 pedig abszolút megoldható, úgyhogy még van bőven jutti a Bitnek. Üres a nagy tech pedig az add the bit, inkább behúzza a kéziféket és visszafordul. Most kacsingat el Hauserk egyébként A irányába, de Lénen jön oldalba floppy, hát az ő fregje kell, hogy legyen bizony. Bit nem számít erre a pozícióra, NT azért hagyjuk meg, 1v4-ből 2-t be tudott fejelni Bit, de az utolsó kör itt az első játék részből a Complexity neve mellett landolt. 5-7-re a nehézkes kezdet után azért ki tudták hozni ezt a fél időt, de a Navi azért jóval magabiztosabban játszotta meg ezt a T oldalt, aztán hogy majd CT-ből hogy szerepelnek, azt egy 2-3 perces szünetet követően meglátjuk.
elég izgalmas klátsokkal teli első fél időt láthattunk, hát meg ilyenekkel, meg ilyenekkel teliket is. Underfullnak nem igazán megy, ez egy kicsit azért látszódik, Holzerk itt azért vett egy nagyobb levegőt, de összességében azt lehet mondani, hogy egy izgalmas fél időt hagytunk magunk után ezzel a 7-5-tel, 7-et tudott ugye tehát a Navi támadni, ezzel szemben pedig 5-öt védett a Complexity. Grim az, aki kimagaslik JT-vel együtt a Complexity oldaláról, míg a másikról szerintem mondani se kell, hogy ki ez a két játékos, akit a legtöbbet emlegettünk, itt GL, illetve Bit. Meglátjuk majd, hogy itt milyen kört eszelt ki támadó oldalról JT, mert nagyon úgy néz ki, hogy nem igazán gondolták túl, viszont itt, mivel megvan a középfoglalás JT oldalon, ezért lehet, hogy ide fognak érkezni, Bitnek nem jön össze a fej, no, azért visszanézésből csak belőtte JT-t, megvan tehát a nyitó, hogy GL-eknek kell majd figyelni a B-védelemben. Wonderful darált a Berettákkal, egy, nem lesz belőle kettő, Grim azonnal trade-el érkezik, viszont Bitték kévből. Hú, csak Bit ellövi magát. Ó, íme viszont instant fejjel, dupla emberölőny a Navinál. Van egy smoke, nincs viszont két szóval, azért szépen lassan meg kell indítani ezt a Bitéket kévben, viszont el is ellépte, hát Bitték ezt hallották. Írjátok csetre. El is kicsit elrontotta ezt, ott elkönnyelműzte, jön a Molotov azzal egyébként, meg fogja akadályozni egy ideig darabig házerk a diffuse. Tehát ezzel nem tudsz mit csinálni. Alexi pedig rátapad a bombára. Nem volt ez egy rossz elképzelés egyébként. Ez a Molotov a végén, azzal azért lehet egy extra 10 másodpercet nyerni. Csak ilyen gyorsan elveszíted a csapattársaidat akkor. Hiába az az effort, meg hiába az a Molotov. Hát itt beakadtak azok az USP fejesek. Nagyjából ennyiről szólt ez a pisztolykör. Megint Bit lehetetlenből tud egyszerűen fejelni. Azzal kezdték, hogy lefejelték őt Glockkal. Visszafele futásban még JD fejére ráflikkelt, majd utána még egy fraget begyűjtött, ime ott volt mellette, ki tudta segíteni. Nem tudom, hogy egyszerűen hogy csinálja. Középre érkezik egy fűs. Mivel... hát nem mennek ki elízsék, ez egy egész jó smoke egyébként. Kisebb falat ad nekik, ezáltal így kiért tudnak jönni, viszont hogyha itt ime figyel, hogy elízs akár egy könnyű frag lehet, inkább visszazár. Román játékos, Alexi B lehet az első kontakt majd, jó, temben píkelget, ott már ezeket nem látta meg, és ki is fogja füstölni egyébként itt lén irányát, úgyhogy abszolút passzívan játszik a Navi, azt lehet elmondani eddig. A Backseat pedig nagyon sok területhez jutott úgy, hogy egyébként nincs róluk egyáltalán info. JT-k viszont kemény a Dezivel. Meg kell figyelni majd. Ne fejelgessen. Zárva, egy füstnek köszönhetően. Ugye a Complexity is elkezdi szépen lassan fölépíteni a támadását. Megvan a mid control, megvan a lane control. Úgyhogy igazából csak rajta rá, hogy melyik irányba vonulnak be. Ráadásul úgy, hogy látták őket. Bit. A floppy kilóg. Fog nézni. Igen. Persze, hogy fej Bittől. Megvan tehát ismételten a nyitó a Navitól. Hát most pedig 50 másodpercben félre kell támadni mindenképp. Nagyon erős ez a cross setup itt, Alexi kontaktjára píkelet majd Bit, jön a Molotov, csak pont a rossz irányba, rossz sarokba. Hát ott maradhat Alexi, nem, beterjedett azért a Molotov, akkor így jó volt, Házerknek megvan a frag. De nagyon lobosra került itt, mint Házerk, mint Grim, Elise is kapja a sebzést, de elrontja a Navi ezt a setupot, nem számítanak az ilyen gyors cave pushra. És íme még tudsz építeni a helyzeten, nagyon-nagyon kevés HP-kkal rendelkeznek, viszont a Take, Elise 14, oh, Grim ne. A túlvilágon immár, és az utolsó frag egyelőre nincs meg imének, 1v1, Elise kontra, Wonderful, Elise végig teszi egyből, érkezik Wonderful, Elise még el tud táncolni totem mögé, de hát itt abszolút az előny Wonderfulnál van, és meg is van a frag neki. Egy testhit kellett most az ukrán mesterlövésztől, hát ezúttal ugye famasszal a kezében, de nem ingott meg. 9-5, lekerült ugyan a bomba. Viszont itt a második körben abszolút értetően, hogy a pisztolykörben is élesíteni tudta a C4-et a Complexity, ráforszoltak, hát most voltak végig Galilok, meg egy Dezi, ugye JT-nél, hogy legyen több utility. Most egyébként így, hogy egyetlen egy túlélő játékos maradt a Navi oldalán, ahogy látom, megint csak vissza fog forszolni a Complexity, megint csak egy hasonló galilos vásárlásuk lesz. Abszolút érthető egyébként, mert hogyha összejön a körgyőzelem, gyakorlatilag nem lesz pénz egyáltalán a Navinál, dupla echo-ba kerülnek, ugye egy force meg egy echo olyan esetben, és könnyen 8-7-re fel tudna jönni, vagy 8-9-re fel tudna jönni a Complexity, de hát Time egyelőre Elise-nek nem oszlapot, JT-ék foglalják kévet, de ezt Time-ék minden bizonnyal hallják. Át kéne adni az infót a csapattársaknak, ott a B-védőknek. Alexinak és GL-nek, hogy a kév már abszolút bent lehet, bár GL hosszú olyan szöget tart, hogyha most kinéznek kévből, simán oldalba lőhetik, de nincs meg az info arról, hogy kévben van. Na itt Jézusom, Alexi!
Nincs info, hogy képben vannak a támadók, Green még ott tólálkodik. Megvan neki a következő frag, JT is megy tovább. Széthullik egyszerűen ez a védelem most a Navi oldaláról teljesen. Alexit is visszatrédelik. Wonderful az egyedüli túlélő, ahogy az előző körben is. Csak hát most nem 1v1-ben, hanem 1v3-ban marad. Rövid meg ki van füstölve, hosszút már JT tartja. Griben nincs HP egyébként, Hazard totem mögé élesíti a bombát. A timing, sok fog múlni rajta. Hazard-kel táncolnak a totem körül. Lehet, hogy itt már kilógott a hangtompítója Wonderfulnak. Nem? Megvan az első. Szép, rácsippant a bombára, de nem számít a hosszú játékosra. JT-nek megvan a frag. És hát akkor jön az a forgatókönyv, vagy jöhet inkább még csak feltételes módban, amit említettem. 6-9-re szépít a Complexity, viszont minimális lose bónuszt, nulla pénzzel a Navi. Itt rá kell forszolni, mert az azt következendő körben sem lenne egyáltalán vásárlásuk. Hogyha az nem jön össze a force, akkor echozni kell. És könnyen ott lehet már ennek a körnek a következtében, vagy következtéből a Navi nyakában 8-9-en akár a Complexity. Nem valami jó kezdés, kettő az egyért tudnak trédelni, Complexity-sek. Nyilvánvalóan itt a fegyvertényező, az nagy különbség lesz. Wonderful kezében. Egy Dezi és JT lehet talán a következő kontakt. Egy kicsit passzívabb szögből fogja tartani itt a Heaven fölugrót. B előtt a bomba, úgyhogy itt szeretnének szerintem megint B rendelni. Complexity játékos, főleg úgy, hogy Poppy már teljesen fölment, majdnem rakóig. JT-nek kell majd figyelni. Nem vette észre az ellenfelét? Nem. JT ide tart. Ki, bit, föl fog pont ugrani. Talán összejött egy trade, JL viszont fejelt egyet a Dezivel, és így, hogy bit is megütött a saját maga fregjét, így azért fontos lehet még ez a kör. Hát veszélyes lehet inkább még ez a kör, JL püstök mellett. Hát szeretné tolni? Hát igen, viszont azért tartja, ennek ellenére Grim 13 AP-n éppen csak túléli. Mit ez egy abszolút hozható 1v2? Mind a két játékos az információt, viszont nincs kit, nincs jutés, nincs pénz. Úgyhogy inkább a biztosra meg ki fogja hozni ezt az M4-et a következő körre. Egyetértek egyébként ezzel a döntéssel. Kell valami, amiben kapaszkodnak majd a következő körben, viszont a Complexity be fogja gyűjteni a hetedik körét, ezáltal természetesen jöhet egy nyolcadik, mivel EQ ellen fognak jönni. Aztán utána szintén jönnek majd a Navitól és a nagy fegyverek. A Complexitynek kell talán jobban figyelni, hogyha ezt a kört begyűjtik, vagy esetleg flawless körként, akkor a gazdaságuk az egekbe szökhet. Hát bit köphet bele a levesükbe esetleg, ezzel a mentett M4-gel rajta lesz Kevó. Volt még ott a pisztolytokban egy CZ. Tehát lehet dobni majd az egyik csapattársnak, azt mondjuk talán Cave-ből lenne ideális használni. Tehát a többieken pedig full echo. Nem nagyon jöhet szóba, upgraded pisztoly sem egyébként. Még Ime vett egy flash-t, amit talán midre dobhat ki esetlegesen bitnek. Keresem én a pozícióját, most átdobja ezt Alexinek. Alexi midre fogja kidobni a csapattársaknak, és hát poppolhatnak esetleg azon a vörös smoke-on, ez lehet az elképzelés. Hát túl sok freget egyébként nem fognak ott találni midem. Egyelőre onnan nem érkezik Complexity játékos. Krim, egy fej oda, egy fej vissza, de hát a helmet megóvta Grimnek az életét, és elveszíti a Navi az egyetlen egy nagy fegyverét. Alexi még azt össze tudja csípni a földről. Ez így még oké és a Navi számára, bár nyilván így, hogy teljesen kevótlan az összes CT így. Hát nem érdemes nagyon ritékkel próbálkozni. Még azért a pisztolyosokat előre lehet küldeni, hát hogyha tudnak lőni még egy nagy fegyvert maguknak, de Alexinek ki kéne menteni ezt az M4-et. El is jön lénre, hát a bőség zavara. Abba belefulladt most el is. Lőttek maguknak akkor itt éjjelék egy kalát még, egy M4, egy AK, oké. Ja. Így is lehet Grim falon keresztül, de legalább olyan pozin esett az a kala, hogy fel lehet megint csak venni. Ime kezébe kerül, immárom, hát akkor mégiscsak úgy néz ki, hogy marad az az M4, illetve kala. A Navi oldalán viszont a bomb timer pillanatokon belül leketyeg, ami a Complexity 8. körét fogja már eredményezni ténylegesen. Szegény Wonderful kapta egyébként a fejet a legvégén. Nincs szegénynek egy jó meccse. Szegény ember, még az ág is húzza esetre tipikusan. Ő kap mindent is, tehát hogy... Szegény csak ki akar sétálni a mentett alkával, mutatják a kamerás reakcióját? Nem. Helyette, hát léd azért. Van egy nézése, maradjunk annyiba.
elég szigorú. Az biztos. Tehát ő nem az a fajta, aki feltétlenül mosol, jó, hogyha GL-be megy és fejel 3 vagy 4-et. Akkor nyilván azért ő is megszokott ejteni egy-egy mosol, meg hát az Insta képein az összes trófájával. Azért ő űzi az ipart így rendesen. Viszont akkor most tartunk ott, hogy egy teljes vásárlás van a Navinak. És gránát maradt egyébként az a helyzet. Van 2 füst, amivel tudnak majd támadást delay-elni, ime. Sétálni a füsttel, kezdi meg a fregelés, Grimm nem tud válaszolni erre. Jó volt, tehát így most ez az agro. Jó van, tehát a közép kontroll elbuki lesz füstölve. Most csak a B-re kell helyezni majd a többletet. GL lesz hátul hosszú, illetve Alexi B. Totem, illetve Kév bejárata környékén. Alexi B-nek timingra kellene píkelni. Megadott egy játékot, GL kezdi meg a fregelés ebben a B-védelemben. És Alexi B-ről egyébként megvan az potolás, viszont mit fogja elhúzni itt a figyelmet. Alexi B-nek bújni kell végig, és megvan az első frag, az utolsó játékos. Pedig be lesz gyűjtve itt az irányító által. Ez egy nagyon-nagyon szépen összerakott védelem volt a Navi részéről. Az a közép agró volt egyébként talán egy kicsit érdekesebb, hogy ketten átmentek a fánk füstön, bitkezte meg a fregelés, és azonnal vájdoltak rá imélyék. Az egy gyönyörű play volt, és nagyon-nagyon meglepte ezzel a Complexity játékosait. Kellett az a kifoglalás, nem adhattak át túl sok területet a Complexitynek, és teljesen meg is lepték itt Elizséket. Bár Elizs itt az elején kicsit óvatlan is volt, úgy píkelt ki, mint hogyha nem számított volna egyáltalán a vörös pozira. Talán azt hitte, hogy még mindig megvan az a smoke, de a másik oldalról Bit pedig már tartotta azt a szöget. Hát 3 túlélő játékos, ezzel így nagyjából szinten lehet tartani a bankot így CT oldalról. Bomba másik oldalon viszont nem került le, ez azt jelenti, hogy a 800-as bónusztól elmarad a Complexity. Ennek ellenére ráforszolnak, ami a csövön kifér alapom. AWP-n nem lesz Hazerknél, összességében 3 Kala, illetve ha jól láttam, 2 Dezi. Hát itt JT-nél és Elizs-nél is lesz egyébként full utility. A Floppy Grimm Hazerk triónak pedig volt bőven pénze arra, hogy így a nagy fegyverek mellé is megvegyék a full utility-t. Hát Hazerk jó arc egyébként, átdobja a kalát Elizsnek, bár egyébként Elizs sincs most jelen pillanatban top formában. JT-nek szóval... adják oda. Igen, JT-nek adják oda. Irányítóként egyébként nagyon kemény. Második top fregger. Igen, második top fregger a szerveren Grimm után. Egy kicsit így Grimm elhúzott, ő tartja a lelket a csapatban. A Floppy Elizs Hazerk trió az kicsit elmarad most itt teljesítmény szempontjából. A Navi sokkal jobban azt együtt fregel. Igen, de itt marad egyébként még GL. Jön egy flash, hosszúról vissza fog píkelni. Egy fregit kéne GL-nek, minimum megvan egy, és akkor most át kell engedni a rakó. Talán az a legokosabb húzás. Odazárt egyébként Bit GL mellé, illetve Alexinek megvan még a kontroll. Ez nem annyira kényelmes, hogy a Complexity szemszögéből azt a mindenit, Alexi. Gyönyörű a spray transfer, ime pedig instant fejel miden. Hát nem volt ez egy rossz elképzelés, egy rossz hívás összességében a Complexity-től, de hát a JL nem harapott rá a csalira. Kulcsfontosság volt, hogy ott hosszúról ugye a crossoló támadókban egyet el tudjon csípni, ez össze is jött, és nagyon okosan nem pékelt tovább, nem adott lehetőséget a Complexity-nek a trade-re, inkább átengedték a rakót, megvárták még Alexi visszazárt képből, pedig azzal a gyönyörű dupla spray-jel. Hát félig zárta a kört, másik felét ugye pedig imetette oda, minden azzal az instant fejjel. 11-8-ra növeli ezzel az előnyét a Navi, a Complexity-nél pedig, hát ugye... Echozni kell, de egyébként Floppy kap egy Hero AK-t, hát Floppy sincs top formában, nézzük mi lesz ebből Wonderful nyit. És megint, mint az előző körben, JL okosan nem marad benne a gunfight-ban fölöslegesen. Inkább kihátrál, átadja a területet, és akkor ember előnyből jöhet a nabiliték. Jajajaj, Elizs visszalő. Nagy glockkal a füstön, ennek ellenére itt nem veszíti életét egy darab Navi játékos sem. Hát itt... Jó. Egyébként, hogyha megvárják ezt a CT füstöt, Elizs. Na, eddig a pillanatig élt, most már Bit csak kivégezte. Floppyra kell itt valahogy számítani, megvan az első fej, azonnal refregelik, viszont GM megérkezik egy duplával. Nem volt rossz egyébként, így Echo tekintetében a Complexity-től. Abban gondolkodtam, hogy megpróbálkoznak megint egy olyannal, hogy mint az előző kör, bedobálják ugyanazokat a jutikat. Várnak egy kicsit, hogy elhitessék, hogy ugyanaz a kör, csak most akkor be is robbannak arra. Nem igazából nyersen fölrohantak, érkezett talán egy CT füst, és annyi. Nem volt egy rossz próbálkozás, lekerült a bomba, egy kicsivel több pénzük van erre a potenciális utolsó körös vásárlásra. 4 AK, egy Galil majd Floppinál, tele vannak nédekkel. Minden esélyük megvan, hogy itt elkezdenek egy comebacket, mert ez a 4 kör ez egyáltalán nem sok. Kérdéses, hogy támadó oldalra lesz mennyire könnyű összehozni egy ennyire erős Navi jelen. Tehát ezeket szétoldók szinte hibátlan.
Először egy gyönyörű kezdés. Elisdől a gránát, oda repült Imének a zsebébe. Alexinek pedig meg kell tartani mindenképpen kívet. És az ember hátrányból kell csapatszint megtenni a magyar. Van pénz bőven egyébként a novinában. Ja, jó. Oké. Okay. Jézusom, hát ezek a wallbangek nagyon mennek mind a kettő oldalról. Grim is tölt már valami hasonlót. Szegény Van der Fur. Igen. Most megkapta ezt JT, ellenfelet nem látott, de így 100 HP-ról letúrták falon keresztül. Érik a kontakt, Floppy, illetve GI között GL éppen vissza tud táncolni a sarokban, hát övé lesz az előnyös pozi, így Floppynak két szögre kell tartania és a rossz sarkot választja. Na ott falon még egy GL szemezgetett azzal, hogy megtúrja, de itt a 13 golyót, hát végezetül második meggondolásból csak kitúrja képfalán keresztül. Nem volt annyira szerencsés, mint Alexi, de hát előre tartja tovább GL ezt a bizonyos képkontrollt. Ketten ott vannak közvetlenül még mellette Bérakon, illetve Donatot bit tartja, onnan pedig keresztbe közepet. Hát 30 másodperc az órán, és megindul a potenciális utolsó execute-ja a Complexity-nek. Elis, kidobi GL-t, Wonderful trade-el, Creep-nek is megvan viszont a refrag. Többi kettőt alakít ki, így a támadó csapat. Eli is még ott beledobott a füstbe egy molotovot, nem nyílt ki, nem jöttek elő a lángok hosszúra viszont, és talán belement a füstbe, minden esetben hátba érkezik Bit. Grim bent van totemen, Eli is pedig tartja a flanket cave-ből, viszont nem vagyok benne biztos, hogy rámpára számítanak. Grim pozia van itt egy kicsit meglőve, Bitnek kell először érkeznie, és teljesen ingyen oldalba lövik Grimet. Eli isről pedig lehet sejtése itt a Navinak, bizony. Nem csak sejtése, pontos tudomása is van Wonderfulnak, aki felrakja az ére a pontot, kilövi Elist a körből. Ezzel feljön a bomba. Az első pályát Ancientot, a saját pályaválasztását pedig 13-8-ra nyeri ezzel a regnáló Major győztes Navi. Azt lehet mondani egyébként, hogy dominálták ezt a pályát. Nyilván a Complexitynek is voltak jó ötletei, de inkább azt lehet mondani, hogy az első fél idő volt az, ami nagyon kompetitív volt. Itt a másodikban nem nagyon volt sok esélye a Complexitynek, úgyhogy meglátjuk, hogy azon az Anubison, amit ők pikkeltek, ahol szintén nagyon erősen játszik a Navi, mit tudnak összehozni. Majd egy kb. 12 perces szünet, és utána érkezünk vissza